Tavaly volt 30 éves a Rózsavölgyi Egyesület, de nem csak emiatt volt tartalmas az év, erről is fogunk beszélgetni, és az idei évről köszöntöm a stúdióban. Mi minden valósult meg 2022-ben az Egyesület életében? Hát igazi évfordulós esztendőnk volt. Az Egyesület történetében a Covid, a lezárások ugye nagy kihívást jelentettek, és csodálatos volt látni, hogy föltámadtunk, és teltházas évünk volt, lehet ezt mondani. Minden közösségünk a lehető legnagyobb aktivitással vett részt, tehát a nyugdíjas közösségünkről elmondhatom, hogy életkorukat megcáfoló vitalitással, és szellemi frissességgel, és a programjaiknak a tényleg széles körét, orvosi témáktól, a várépítés, várrekonstrukciók, erőt kultúra Magyarországon, nem is tudom, hogy egészen mennyire tudjuk. Amellett a nyugdíjas közösség két nagyon fontos művészeti csoportnak is a tagságát adja. Ugye egyik a Kossuth Díjas népdalénekesünk Buda Ilonka által vezetett népdalkör, és hát nyugdíjasok támogatják, vagy látogatják a most már férfi kórusként megindult Bikahang közösségünket péntekenként. Az is egy nagyszerű népdal, férfi kör, remek estéket tartanak, és most már több koncertet is adtak, például a Ludasbál során, mint a Spárga zenekar évről évre megrendeznekünk, ugye a őszi szezonunk elengedhetetlen eleme, és ugye az egy nagy rockzenei esemény saját közösséggel, és ott lépett föl ez a Bikahang csoport, aminek szintén nagyon komoly szellemi támogatást ad például Birinyi József, aki néprajzosként, tehát a vizuális és néprajzi antropológiai körök nagyon jól ismernek, nagyszerű szakértője a népzenének, úgyhogy azt mondhatom, hogy a professzionalitás és a lelkes amatőr mozgalom összeért ezekben a munkákban. Említettem ezt a két népdalkört, nem véletlenül teszem, mert tulajdonképpen az egész életutat végigkíséri, Kodály programnak hívjuk, a kerekítő, a ringató, ezek ugye csecsemős, kismama, baba programok, szintén mondókák, népi kultúrából vett tudást építik be. Az Aprók Táncháza, ugye az is most már 25 éve megy a Madárba ez a zenekar, aki megint csak egészen különleges, kiváló zenészek, művészek, alkotók, és a hazai tetszik ismerni, hiszen ilyen végzettségű a színházi, alternatív színházi kultúra felől érkeztek, például Vaskó Zsolt is, Lilla is, és hát Vaskó Zsolt együtt zenélt jazzmuzsikusként Szabados Györggyel is a Makuszban, vagy a Vágtázó Csodaszarvasban, ugye Grand Pierre Attilával. Tehát azt kell mondanom, hogy az, ami nálunk közkeletű és olyan ajánlata ifjúságnak és időseinknek, az ugyanakkor egy nagyon komoly intellektuális fedezettel bír. Ugyanakkor ez a nagy vitalitás, öröm, ami a újraéledő egyesületnek a nagy ünnepét is átjárta, ugye tavaly voltunk 30 évesek, és egy csodálatos patakpartit rendezhettünk, az önkormányzat is segített ebbe bennünket, minek a fénypontja egy szintén örök ifjú időn kívüli csoda volt, Kovács Kati adott hatalmas sikerű koncertet, és hát az egész napos program és ehhez méltó volt, ugye ott is nagyon sok amatőr csoport jelenik meg rendesen, sokan visszatérők, hát ez egy nagy fesztivál, ami nekünk az életfesztiválja volt, mert ugye évekig kimaradt a nagy mars, ugye ahogy 10 órakor elindulunk a huszárokkal, a mazsorettekkel, a rezes bandával, és mire végigvonulunk a völgyön addigra, földuzzad több százra a gyerekes szülőknek a sora, völgy lakók, és akkor minden egy gyerekprogrammal kezdődik a patakparti, és hát utána késő este pedig ugye szintén a Spárga együttesnek a utcabálszerű eseményével zárul ott az udvaron. Tehát ez egy csodálatos élmény volt.
ezek az élet nagy örömei, és azt kell mondani, hogy a galériánk is, és soha még ilyen intenzív munkát nem tud maga mögött. Hát egy nagyszerű kiállítás volt a Trianon, missziós vándorkiállítás Mackó Erzsébet kurátorságával, vagy Durkó Zsoltnak volt személyes kiállítása is, és ugye ő most már 5-6 éve rendezi az organikus gyűjteményes kiállításokat, ez novemberben volt látható, és ami egy nagyon szép találkozása volt az Egyesületnek a budafoki ártér művészcsoporttal, Haszon Ákosnak is egy remek kiállítását láthatta a rózsavölgyi közösség, és hát nálunk tartották a szilveszterüket, ami tulajdonképpen egy ilyen 8-10 órás folyamatos rockkoncerté vált. El is határoztuk, hogy jövőre lesz egy alternatív, elnevesszük Woodstocknak, Woodstock, ugye Woodstock egy nagy rockzene, alternatív art rock találkozót terveztünk el Herendi Péterrel, és Konzsuzsival, aki szintén nálunk régebben kiállító művész. Jó volt így együtt lenni ennek a két művészcsoportnak. És hát ugyanolyan erősévet zárt Szántó Tamás által vezetett rózsavölgyi esték, ugye vendégünk volt Drábik János, vendégünk volt Kubinyi úr, vendégünk volt Huth Gergő, Bogár László, csupa olyan régen hallgatott előadónk, akik közben a podcastok celebjei lettek, és aki ismeri ezt az új hullámát a médiának, az valóban azt kell mondani, hogy az ő sokáig az alternativitásban tartott véleményük ma már erős hangon szól, úgyhogy mi lassan új alternatívokat kell keressünk, ma ezt nem ütlenül mondanám, mert nagyon is számot tartunk az ő bölcsességükre, és tudom, hogy már itt is hódítanak a stúdióban Bogár tanár úr, aki nekem tanártársam is ott, meg szerkesztőtársam is az Ökotájban, úgyhogy én rengeteget tanultam tőle, és nagyon nagy tisztelője vagyok. És hát az ő emeltebb világszemlélete az egy nagyon komoly és izgalmas kihívás a politikai filozófiában is. Hát ezek az események voltak, ami az életnek a nagy öröme, és hát ez a vitalitás, amit szeretnénk a jövő évre is átvinni. Ugyanakkor hát nagyon szomorú, tragikus események is, és árnyékolják az örömünket. Két nagyszerű mesterünk, ha tetszik, apafiguránk távozott, Veres László és Bató Lajos, akik a kerületnek is kitüntetett nagyszerű legendás alakjai, lehet ezt mondani. Ugye Veres Laci képviselő volt több kurzuson keresztül, és Rózsavölgyet is képviselte, de a kerület életében egy megkerülhetetlen, nagyon nagy tekintét szerzett ember, aki ugyanakkor ugye nagy művész is, ugye nyugdíjban elterült, után kiderült, hogy egy csodálatos, naív, vagy nem is annyira naív, szerintem professzionális rangú festő, és ami vigasztal bennünket a gyászunkban, hogy mindkettejüktől el tudtunk tulajdonképpen egy összegző alkalommal búcsúzni, mert 21-ben az Veres Laci bátyánknak a kiállításával zártuk az évet, és Bató Lajosnak is volt egy nagyszerű koncertje, amit hát szeretnénk aztán vágott állapotba alkalmassát téve a nyilvánosságnak a interneten is közzétenni. Hát, és talán ebben bízunk, hogy hát ezek olyan veszteségek, amelyek csak a szűkebb anyagelvű gondolkodás számára leküzdhetetlenek, mert mind a ketten szerintem a mi szívünkben halhatatlanok, de amit értéket ránk hagytak, annak a tekintetben mindannyiunk számára halhatatlannak tekinthetők, és hát dolgozunk azon, hogy ezt láthassák is, nem csak a kerületiek, hanem mindenki, aki az internethez hozzáfér. Ilyen évünk volt. Említette, hogy újra élett a közösség. Most 2023-ban nem csak a Rózsavölgyi Egyesület tekintetében, hogy látja a közösségek szerepét, mert hát elég nehéz időket élünk. Hát a Covid ment, ugye, de jött a energiaválság, ami egy kicsit nehezíti a helyzetünket, mert
hétszeres gázárral nem tudunk megküzdeni, tehát az biztos, hogy ezért a január kiesett, még akkor is, hogyha tulajdonképpen hát teljesen nem áll a ház, akik például Baranta, a pingpongozók, tehát akiknek nem kell befűteni. Akik mozognak. Mert citrátkör dolgozik, meg állják a hideget mozgás miatt, igen. Ilyen értelemben nincs úgy lezárva a ház, de a programok, gyerekes programok, ahova kell fűtés, az sajnos február közepéig szünetel. A önkormányzattal sokat konzultáltunk, és hát erre a döntésre jutottunk, hogy azért az anyagi egyensúlyunkat meg kell tartani. Ami én azt gondolom, hogy 30 év után lehet azt mondani, hogy ütésállók vagyunk, mert azért mutassanak még néhány olyan kultúrházat, amit olyan egy tucat öreg ember, meg hát az asszonyok örök ifjúak, szóval a velünk dolgozó asszonyok általában lélekbe is, és minden tekintetben fiatalok, szóval nem például a titkárnőnk, csodálatos, ő nélküle nem léteznénk. Tehát, hogy lényegében társadalmi munkában működtet, és hát az is jelképes csak, amit a titkárunk vagy a gondnokunk kap, tehát az alkalmi munkának is tekintető díjazású. Tehát én azt gondolom, hogy amíg ez a szív van, hogy ezt csináljuk, és tulajdonképpen nekünk is lelki szükségletünk, addig én nem féltem a házat se, akármilyen gazdasági, meg egyéb kihívásoktól. És hál' Istennek, mondom, kismamák, az összes korosztály, a kamaszoknál ugye a Baranta működik nagyon jól, a középkorúak inkább, mint gyerek nevelők vannak velünk, de hát lehet, hogy a saját szükségi kulturális igényeikkel is majd egyszer megjelennek. Nem olyan egyszerű egyébként, tehát azért Budapest az kulturálisan nagyon kiszolgált. Inkább a családi dolgokat tudjuk mi kipótolni, ezt a fajta bensőségességet. Hát előtte beszélgettünk, az idill számunkra, az idill a program. Tehát, hogy hogyan tudjuk ezt a fajta idilli létfilozófiát szolgálni a rendezvényeinkkel. És hát ennek természetesen nagyon fontos része az egészségmegőrző profil, tehát ezek a családi torna, jóga, Pilates, meridián torna, tényleg tulajdonképpen a aprók táncháza is egyfajta mozgásprogram, de a Nordic Walkingtól kezdve mindenféle ilyen. És hát a legsikeresebb, ugye nem, egyszerűen újabb estéket hódítanak meg a pingpong körünk, ami csütörtökre volt korlátozva, de meg elkapták a szerda estét is, úgyhogy én nagyon örülök, hogy azt, amit nyújthat egy ilyen közösségi ház, az belakja a közösség, és él vele. Hát akkor ez legyen a végszó, és nagyon tartalmas évet kívánok, sok megvalósult találkozásra. Köszönöm szépen. Köszönöm, a és nagyon boldog új évet kívánok. Még szerintem bőven van kívánivalónk a nézőknek is, és a TV közösségének, akik nagyszerű támogatást adnak.